Üzenetet hoztam, ezzel a kijelentéssel jutott be egy 28 éves férfi egy 70 éves asszony családi házába Magyarkeszin tavaly májusban. A férfi készszorított a nő nyakához, és követelte, hogy adja oda az összes készpénzét. Némi lögdösődést követően közel 60 ezer forinttal és egy mobiltelefonnal távozott a házból. Ez azonban a rablónak nem volt elég. A férfi néhány órával később bement egy másik családi házba is, ahol ismét előrántotta a hatalmas kést, és mivel a ház 71 éves tulajdonosa egy német állampolgár volt, az asszony anyanyelvén követelőzött. Ám a nő nem adta oda önszántából a pénzt, ezért a késnyelével többször fejbe verte az asszonyt, akinek több helyen eltört az arcüreg csontja, betört az orra és bevérzett a szeme. Több mint két hónapig tartott a felépülése. A férfi végül 14 ezer forinttal, 200 euróval és egy bankkártyával távozott a megvert nő házából. Ám a férfit a rendőrök elfogták, bíróság elé állították. A másodfokú tárgyalása Szekszárdon zajlott. A szekszárdi törvényszék másodfokon eljárva helyben hagyta a Tamási járásbíróságnak az ítéletét, melyben két rendbeli rablás büntettében, egy testi sértés büntettében és egy rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszköze visszaélés vétségében mondta ki a vádlottat bűnösnek, mindezért 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte korábbi felfüggesztett börtönbüntetései végrehajtását is. Az ítélet jogerős. A férfi legkorábban 5 év múlva szabadulhat a börtönből.